9. fejezet. TIRPSZT Kötél által! Fejezte be a kommendáns. Kéméletlen, dobhártya szaggató taps csattant fel. Ártyom kínlódva felemelte a fejét és körülnézett. Csak az egyik szemét tudta kinyitni, a másik teljesen bedagadt. Valatúi derekesen ellettek a baját. Hallani sem hallott túl jól. A szavak, mint a vastag vatta rétegen lettek volna át hozzá. A fogai úgy tűnt, mind a helyükön voltak, igazi alig, ha lesz rájuk szüksége. Itt is ugyanaz a világos színű, az unalomig megszokott fehér márvány. Súlyos vas csillárok a mennyezet alatt, amelyek valamikor nyilván elektromos világító testek voltak. Most kormozó fagyú meredeztek bennük, és a mennyezet teljesen megfeketedett felettük. Mindössze két ilyen csillár világította meg az egész állomást. De egyik a legvégén, ahol egy széles lépcső vezetett felfelé, Na másik azon a helyen, ahol Ártiom állt, a csarnok közepén. Na másik vonalra, oldalátjárót nyitó, kis híd lépcsőjén. Sűrűn álló, félkör alakú boltívek, szinte egyáltalán nem látszó oszlopok, rengeteg szabad hely. Miféle állomás ez? A kivégzés holnap reggel 5 órakor lesz, a Tverszkaja állomáson. Pontosította a komendens mellett álló kövér alak. A parancsnokához hasonlóan őse zöld színű gyakorlóban volt, hanem csillogó, sárga gombos, fekete egyenruhában. Fekete barettje volt ennek a kettőnek is, de kisebbek, és nem olyan durvanyagból készültek, mint az alagútbeli katonáké. Nagyon sok sas, meg háromágú horok kereszt volt mindenfelé, meg jelszavak és idézetek, gondosan megrajzolt gót betűkkel. elszent elszánt igyekezettel próbált koncentrálni a szétfolyni akaró szavakra, a metró az oroszoké. Ki a felszínre a feketékkel? Halál a patkányzabálókra? Voltak másféle, elvontabb tartalmú szövegek is. Előre a végső csatába az orosz szellem nagyságáért. Tűzzel, vassal megteremtjük az igazi orosz rendet a metróban. Aztán meg valami Hitlertől, németül, és a viszonylag semleges, épp testben, épp lélek, különösen hatásosnak találta azt a feliratot, amely kiugró állkapcsú és akaratos álló harcos, meg egy mindenre elszánt nő művészi portréja alatt volt. Profilból ábrázolták őket, úgy, hogy a férfi kissé átakarta harcos Minden férfi katona, minden asszony katona Így a jelszó. Ezek a feliratok és rajzok valahogy jobban foglalkoztatták ártyomot, mint a komendens szavai. Közvetlenül előtte, a kordon mögött, zúgott a tömeg. Nem túl sok ember volt itt, és mind eléggé jellegtelen öltözékben, jobbára a pufajkában és koszos munkaruhában. Nőket alig lehetett látni, és Ártyom arra gondolt, hogy ha tényleg ilyen kevesen vannak, akkor igen, hamar elfogynak itt a katonák. A mellére hajtotta a fejét, már nem maradt erre -e egyenesen tartani. Ha nem lett volna a két vállasőr, akik a hónalja alá nyúlva tartották, össze is csuklott volna újra rosszul lét fogta el. Szédülni kezdett, és már semmiféle iróniára sem maradt ereje. Úgy érezte, mindjárt elhányja magát, mindenki szeme láttára. Tompa közönkerítette hatalmában minden iránt, ami vele történik. Csupán valami távoli érdeklődés maradt benne a környezete iránt. Mint az egész nem is vele történne meg, hanem csupán egy könyvet olvasna. A főhős sorsa természetesen érdekelte, de ha meghalna Netán, akkor le lehet venni egy másik, szerencsésebben végződő könyvet a polcról. Az elején hosszan és alaposan, kitartó, erős emberek verték. Más, okos és higgadt emberek megkérdéseket kérdéseket tettek fel neki. A szoba idegesítően sárga csempével volt kirakva, nyilván nagyon könnyen le lehetett róla mosni a vért. De a szagot már lehetetlen volt kiszellőztetni innen legelőször is kioktatták, hogy kommendáns úrnak szólítsa. Azt a lenyalt szőkehajú és finom arcvonású férfit, aki a vallatást vezette. Aztán arra, hogy nem kérdez, hanem válaszol. Aztán, hogy pontosan, tömören és lényegre törően felel a feltett kérdésre. Hogy tömören és hogy lényegre törően azt külön-külön verték bele, és Ártyom nem is értette, hogyan maradhatott minden foga a helyén, bár igen csak mozogtak, és a szájában állandóan érezte a vér ízét. Az elején megpróbált mentegetőzni, de értésére adták azt is, hogy ez nem ajánlatos. Azután hallgatni próbált, de ez is helytelennek bizonyult, amiről hamar meggyőződhetett. Nagyon fájdalmas volt. Amúgy is nagyon furcsa érzés, amikor egy erős, tagba szakadt férfi üti az ember fejét. Nem is a fájdalom ez, hanem valami orkán, amely kisöpri az összes gondolatot, és ripítjára zúzza az érzéseket. Az igazi szenvedés ezután következik. Némi idő elteltével aztán Artyom végre megértette, mi a teendője. Olyan egyszerű volt. Csupán a lehető legjobban meg kellett felelni a kommendáns úr elvárásainak. Ha a kommendáns úr azt kérdezte, hogy csak nem a kuznyeszkéi mosztról küldték-e ide őt, akkor helyeslően bólintania kellett. Ez kevesebb energiájába került, és a kommendás úr nem fintolította el elégedetlenül az ő kifogástalan szláv orrát. Az asszisztensei pedig nem éltek újabb testi fenyítéssel. Ha a kommendás úr azt proponálta, hogy ártjamat azért küldték, hogy felderítési adatokat gyűjtsön, és felforgató tevékenységet folytasson például a birodalom vezetőinek, köztük magának a kommendás úrnak, az életére törjön megint csak egyetértően borintania kellett. És akkor kínzója elégedetten dörzsölte a kezét, ártiamnak meg megmaradt a másik szeme. De nem volt elég csak úgy bólogatni. Oda is kellett figyelni arra, amit a kommentás éppen kérdezett. Mert ha Artyom nem helyén valóan helyeselt, akkor annak elramlott a hangulata, és az egyik segítője rögvest megpróbálta például eltörni Ártiom bordáját. A ráírós beszélgetésben másfél óra múlva Ártyom már nem érezte többi a testét. Rosszul látott, megletősen, pocsékul hallott, és szinte semmit sem értett. Néhányszor megpróbált elveszíteni az eszméletét, de jeges vízzel és szalnyák szesszel magához térítették. Bizonyára felettébb érdekes beszélgetőtárs volt a számukra. A vége az lett, hogy tökéletesen téves kép alakult ki róla. De ellenséges kémet és diverzánst láttok benne, aki azért bukkant fel, hogy álnok módon hátba támadja a negyedik birodalmat, vezetőitől megfossza, káoszt idézzen elő, és előkészítse az ellenség betörését. Végső célja pedig egy kaukázusi, cionista, népellenes rendszer létrehozása az egész metró területén. S bár Ártion általában nem sokat értett a politikához, egy ilyen globális cél, de igazán méltónak tűnt hozzá. És ezzel is egyetértett. És jól tette, hogy egyetértett, mert talán éppen ennek köszönheti, hogy megtarthatta az összes fogát. Azt követően, hogy az összeesküvés utolsó részleteit is tisztázták, mert Jomnak végre megengedték, hogy elveszítse az eszméletét. Mire legközelebb sikerült kinyitni a szemét, a kommendáns már felolvasta az ítéletet. Éppen csak elintézték még az utolsó formaságukat. Az élettől való megfosztásának hivatalos dátuma kihirdettetett a nyilvánosságnak. Aztán az elítélt fejére fekete csukját húztak, és a látási viszonyok így komolyan romlottak. Így, hogy semmit sem látott, még jobban felfordult a gyomra. Alig egy percig bírta tartani magát, aztán feladta. A teste görcsbe rándult, és egyenesen belehányt a csizmájába. Az őr elővigyázatosan ellépett, de a nyilvánosság felháborodottan felmorajlott. Ártiam egy pillanatra elszégyelte magát, majd azt érezte, hogy a feje lenyaklik, a térde pedig összecsuklik. Egy erős kéz felemelte az állát, és újra hallotta az ismerős hangot, mint most már szinte minden álmában. Gyere, gyere, Ártiom, vége már, minden rendben, kelj fel. Mondta, de Ártiom nem bírta összeszedni magát, hogy felálljon, de még arra se, hogy felemelje a fejét. Nagyon sötét volt, biztos a csukja miatt találgatta. De hogy is tudná levenni, ha hátul össze van kötözve a keze, pedig le kell vennie, hogy megnézze, ugyan ő van-e itt, vagy csak képzeli. A, -a csukja nyugte ártióm azt remélve, hogy majd az az ember leveszi róla. A fekete függöny nyomban eltűnt a szem elől, és Ártion hunter látta maga előtt. Semmit sem változott azóta, hogy utoljára, réges-rég, egy örökkivalósággal ezelőtt a VDN Hunt beszélgetett vele. – De hogyan került ide? – Ártjom keservesen megmozította a fejét, és körülnézett. Ugyanannak az állomásnak a peronyán volt, ahol felolvasták neki az ítéletet. Mindenfelé halottak, hevertek. Csak az egyik csilláron füstölgött pár gyertya. másik kialudt. Jobb kezében Hunter ugyanazt a pisztolyt szorongatta, amely úgy meglepte legutóbb Ártjomot a hosszú, csövéhez illesztett hangtompítója és hatásos lézerirányzéka miatt hatalmasnak látszó sztyecsként. Na vadász nyugtalanul, és figyelmesen nézett tártiomra. Minden rendben. Tudsz járni? Igen, biztosan. Próbált erősnek látszani Ertiom, de ebben a pillanatban egészen más dolog érdekelte. M Maga él? Sikerrel járt? mint látod. Mosolygott fáradtan Hunter. Köszönöm a segítségedet. De hát kudarcot vallottam, nem? Rázta meg a fejét Ártiam, és forró hullámban tört rá a szégyen. Megtetted, amit tudtál. Veregette meg a vállát, megnyugtatóan Hunter. És mi történt az otthonommal? A VDNH-val? Minden rendben van, Ártiam. Túl vagyunk rajta. Sikerült eltorlaszolnom a bejáratot, és a feketék többé nem tudnak lejönni a metróba. Megmenekültünk. Menjünk. Ja, és itt mi történt? Ártyom körbenézett, és rémülten állapította meg, hogy szinte az egész csarnokot hullák borítják, és Hunterén meg az övén kívül egyetlen hangot se lehet hallani. Nincs jelentősége. Nézett keményen a szemébe, Hunter. Nem iatt nem kell nyugtalankodnod. Lehajolt és felvette az utazó ládáját, amelyben ott hevert, még kicsit füstölgő golyó szórója. Töltényhevedere alig maradt. A vadász elindult, és Ártiam nem tehetett mást, követte. Ahogy körülnézett, feltűnt neki valami, amit korábban nem vett észre. A kis hídról, amelyen állt, amikor kihirdették az ítéletet, a sínek fölött néhány sötét test himbálózott. Hunter hallgatott, és öles léptekkel haladt. Mint aki elfelejtette, hogy Artyom alig tud járni. Artyom nagyon igyekezett, de a távolság így is egyre nőtt közöttük, és megijedt, hogy a vadász elmegy, és itt hagyja őt ezen a rettenetes állomáson, amelynek a peronyát csúszós, még meleg vér borítja, és aki lakta, mint halott. Persze örült ő annak, hogy megmenekült, de mégis ezek az össze-vissza a peron kövén, Egymáson, a síneken ronykupacokként heverő, én már mindörökre abba a pózba termett emberek, ahogy Hunter golyói leterítették őket. Csak azért haltak meg, hogy ő élhessen. Hunter olyan könnyű szívvel bonyolította le ezt a cserét, ahogyan a sakban áldoznak fel néhány kisebb figurát, hogy megóvják a nagyot. Hiszen csupán játékos ő, akinek a metro a saktáblája, és minden bábú az övé, mert saját magával játszik. Csak az a kérdés, hogy valóban olyan nagy, olyan fontos bábú -e Ártion, hogy ennyi embert írtson ki érte? Mostantól ez a hideg, gránitra kiömlött vér bizonyára az őreiben fog lüktetni. Szinte beitta ezt a vért. Elvette másoktól, hogy tovább élhessen. Többé ő már sohasem melegedhet fel. Árti minden erejét beleadva futott, hogy utolérje Huntert, és megkérdezze tőle, felmelegedhet-e ő még valaha is, vagy még a legmelegebb tűz mellett is úgy fog fázni és szomorkodni, mint egy dermesztően hideg téli éjszakán egy elhagyatott megálló helyen. Hunter azonban nagyon messze volt, és Ártyamnak talán azért nem sikerült utalérnie, mert az négy kézlábra ereszkedett, és egy állat ügyességével rohant az alakútban. A mozdulatait Ártyom kellemetlenül hasonlónak találta a kutyákéhoz. Nem. A patkányokéhoz? – Uramisten! Maga patkány! – szakadt ki Ártionból a rettenetes sejtés, és maga is megijedt attól, amit mondott. – Nem! – haladszott a válasz. – Te vagy a patkány! Patkány vagy! Gyáva patkány! Gyáva patkány! Ismételte meg valaki szinte közvetlenül a füle mellett, és élvezettel kiköpött. Artyom megrázta a fejét, de mindjárt meg is bánta, hogy ezt tette. Az eddig csak sajgó, tompa fájdalom, a hirtelen mozdulattól szinte robbant. Elvesztve uralmát a teste felett, kezdett dőlni előre, amit csak égő homloka bele nem koppant a hűvös sínbe. A sín egyenetlen volt, és kellemetlenül nyomta a csontot. De a begyulladt húst, és Ártiam egy ideig így maradt mozdulatlanul ebben a helyzetben, semmi másra nem volt ereje. Miután összeszedte magát, óvatosan megpróbálta kinyitni a bal szemét. Homlokát a mennyezeti gérő és az alacsony és szűk boltívet mindkét oldalról lezáró rácshoz támasztva a padlón ült. Maga előtt a csarnokot látta, hát a mögött a sínek futottak. Szemben minden közeli boltív, mint ahogy nyilván az ő felén is, ugyanilyen ketretszé lett átalakítva, és mindegyikben ültek néhányal. Ez az a tökéletes ellentéte volt annak, amelyen halára ítélték. Az a maga valamelyes kecsességével, könnyű, levegős tágasságával, áttetsző oszlopaival, széles és magas, lekerekített boltíveivel, sivár világítása és a mindent elborító feliratok és rajzok ellenére bálterem volt ehhez képest. Itt viszont minden nyomasztó és ijesztő volt. Az alagútéhoz hasonlóan Alacsony és lekerekített, alig két ember magasságú mennyezet is. A masszív, durva oszlopok is, amelyek mind szélesebbek voltak, mint a közéik vágott boltívek. Kiszag elő részükbe illesztették bele a vastag gömbasakból hegesztett rácsokat. A boltívek csúcsa olyan alacsonyan volt, hogy gond nélkül elérhette volna a kezével, ha az nem lett volna hátrakötve dróttal. A csarnoktól rácsal elzárt kis cellában ártjamon kívül még ketten voltak. Az egyikük a padlón feküdt, arcát egy halom ronyba furva, és zihálva tompán nyögött. A másik egy fekete szemű, és rég nem borotválkozott barna férfi, hát a márvány márványfalnak vetve gugolt, és élénk érdeklődéssel miregette ártjamot. A ketrecek előtt két megtermett fickó járkált gyakorlóban, és az elmaradhatatlan baredben az egyikük a karjára csavart pórázon, hatalmas kutyát vezetett, melyet olykor vissza visszarántott. Bizonyára ők voltak azok, akik Ártjomot felébresztették. Ez csak álom volt. Ez csak álom volt. Mindez csak álmodta. Föl fogják akasztani. Mennyi az idő? Kérdezte nehezen mozduló, feldúzzat nyelvel a fekete szeműre pillantva. Fél tíz. Válaszolta az készségesen, ugyanazzal a furcsa akcentussal lejtve a szavakat, mint amilyet Ártiom a kitájborodon hallott. Nincs hozzátette. Este. Fél tíz. Két és fél óra félig, És még öt az... Az akasztásig. Hét és fél óra. Amíg ezen gondolkodott, ezt számolta, még kevesebb idő maradt. Korábban Ártyom megpróbálta elképzelni, mit kell éreznie, mire kell gondolnia a halára ítéltnek a kivégzés előtt éjszakán. Félelmet? Gyűlöletet a hóhér iránt? Megbánást? Benne csak üresség volt. Na a szíve súlyosokat dobbant a melkasában. Szaggatott a halántéka, a szájában lassan felgyúlt a vér, melyet aztán végül lenyelt, a vérnek olyan szaga volt, mint a vizes, rozsdás vasnak. Vagy ennek a nedves vasnak volt friss vér illata? Fel fogják akasztani. Megölik. Többé nem lesz. Ezt felfogni, elképzelni sehogy sem tudta. Mindenki tudja, hogy a halál elkerülhetetlen. Metróban a halál mindennapos. De mindig úgy érzi az ember, hogy őt semmilyen baj nem érheti, a golyók elrepülnek mellette, a betegség elkerüli, az öregkori halál meg olyan távol van, hogy gondolni se érdemesre. A halandóság tudatában nem lehet élni. El kell feledkezni róla, és elféle gondolatok mégis megkörnyékezik az embert, de el kell űzni, el kell folytani őket. Máskülönben meggyökereznek az agyában, növekedésnek indulnak, és gyilkos spóráik megmérgezik az életét annak, aki megadja magát nekik. Nem szabad arra gondolni, hogy te is meg fogsz halni. De abba bele lehet tébolyodni. A tébolytól csak egy valami menti meg az embert. A bizonyosság hiánya. A halálra ítélt élete, aki tudja, hogy egy év múlva kivégzik, az olyan halálos beteg élete, akinek az orvosok megmondták, mennyi ideje van hátra. A hétköznapi ember életétől csak egy valamiben különbözik. Az előbbiek pontosan vagy körülbelül tudják, hogy mikor halnak meg, a hétköznapi ember viszont Ment ettől a tudástól. És ezért érzi úgy, hogy örökké lehet. No, akár másnap egy katasztrófában az életét vesztheti. Nem a halál rettenetes, hanem várni a halált. Hét óra múlva. Ki fogja végrehajtani? Ártja nem nagyon tudta elképzelni, hogyan akasztják fel az embert. Az ő állomásukon egyszer agyonlőttek egy árulót, de Ártja akkor még kicsi volt és valami keveset fogott fel belőle, azon kívül meg a vdn soha nem rendeztek volna nyilvános kivégzést. Átvetik valószínűleg a kötelet a nyakán, és vagy felhúzzák a mennyezethez, vagy valamilyen székre állítják, de nem, nem szabad erre gondolni. Inni szeretett volna. Nagy nehezen átállította az árosdásodott váltót, és gondolatainak kiskocsia más vágányra zökkent a tisztre gondolt, akit lelőtt. Az első emberre, akit megölt. Újra felötlött a szem előtt, ahogy a láthatatlan golyók becsapódnak a széles, vász fogott látfogott melkasba, és mindegyik megpörkülődött. Feketes, rögtön friss vérrel elöntött foltot hagy maga után. A legkisebb megbánást sem érezte azért, amit tett. és ez meglepte. Valamikor úgy tartotta, hogy minden áldozata súlyos teherként nyomasztja majd a gyilkos lelki ismeretét megjelenik az álmaiban, öregkoráig zaklatja, és mintha mágnes volna, fogva tartja minden gondolatát. Hanem kiderült, hogy egyáltalán nem így van. Nincs semmilyen sajnálat. Semmi megbánás. Csak a komor elégedettség. És Ártyan biztos volt benne, hogyha a megölt tiszt megjelenik lidérces álmában, Közönben el fog fordulni a kísértettől, és az nyomtalanul el fog tűnni. De ami meg az öregséget illeti, Öregség itt nem lesz. Egyre kevesebb idő maradt. Valószínű, hogy mégis egy hokedli állítják majd. Amikor ennyi kevés ideje marad, talán mégiscsak valami fontosra, a legfontosabbra kellene gondolnia. Amire korábban soha nem szakított időt, egyre csak későbbre halogatta. Arra, hogy helytelenül élte az életét. És ha még egyszer megadatna neki, egészen másként cselekedne. Hm, nem, Más élet nem adatott neki ebben a világban. s ami adatott, azon nem változtathat. Vagy talán amikor ez az alak másodszor is belelőtt vanyecskába, el kellett volna fordítani a tekintetét, és nem a karabéhoz kapnia. Ha úgy tett volna, akkor vanyecskát és Mihail Porfirjevicset, többé már sohasem űzhetné ki az álmaiba. Vajon mi történt az öreggel? Na fenébe, csak legalább egy kortyvizet kaphatna. Először is kivezetik az árkából. Ha szerencséje lesz, az átjárón átviszik majd. Hm, és ez egy kis idő. Ha nem húzzák a fejre azt az átkozott csukját, akkor talán még láthat mást is a rácsokon és a ketrecek végtelen során kívül. Milyen áll a más? nyitotta ki kiszikkat száját nagy nezenártiom, eltolva magát a rácstól, és szomszédjára emelve a szemét. Tveszkaja. Felete az, és mindjárt érdeklődött mondj csak testvér. Téged miért hoztak ide? Megöltem egy tisztet. Felelte lassan Ertion. Nehezére esett a beszéd. Úgy, úgy. Nyújtotta a szót, ne együtt érzőn a borostás. És felakasztanak? Ertion megvonta a vállát, elfordult és újra a rácshoz dölt. Biztosan felakasztanak. Mondta bólogatva a cellatársa. Felakasztanak. Már nem sokára. Itt ezen az állomáson. Nem visznek sehova. Ha legalább ihatna, kiablíthetné ezt a rosdás utóiszta szájából, meg megnedvesíthetné kiszáradt torkát, akkor talán tovább tudna beszélgetni egy percnél. A ketrecben nem volt víz, a túlsó végén csak egy bűzlő bádog vödör át. Kérjen a börtönőröktől. Csak belátobbok -ok egy kicsit az elítéltekkel ha kidughatna a rácson a kezét, ha inthetne, de a kezei hátra voltak kötözve. A drót belevágott a csuklójába, a készfejei bedagadtak, és érzéketlenné váltak. Megpróbált kiáltani, de csak szaggató köhögésbe fúló hörgés szakadt ki belőle. Mind a két őr közelebb jött a cellához, amikor észrevették, hogy igyekszik magára vonni a figyelmüket. Felébredt a patkány, vigyorgotta az, amelyik a kutyát tartotta a púrázon. Ártyám hátra szegte a fejét, hogy lássa az arcát, és erőlködve nyögte. Inni. Vizet. Inni. Inni. Kérdezte tettetett csodálkozással a kutyás. Aztán minek? Mindjárt felkötnek. Te meg inni akarsz? Nem. De rád nem pocsékoljuk a vizet. Talán korábban megdög lesz. Kimerítő válasz volt, és Ártyom fáradtan lehunyta a szemét. De a börtönőrök úgy látszik, akartak még vele erről-arról csevegni. Na, te rohadék! Fölfogtad már, kirelmeltél kezet? Kérdezte a másik. És ráadásul orosz a patkánya! Éppen az ilyen szenny emberek miatt van, akik a sajátjai kátába döfnek kést, hogy ezek, és a ketrec mélybe húzódó szomszédja felé viccentett, rövidesen az egész metrót ellepik, és az egyszerű orosz ember télni sem hagyják. A borostás lesütötte a szemét. Ártyomnak csak annyira ereje volt, hogy vállat vonjon. Ha nem ezt a te korcsodat rendesen kicsinálták, vette át a szót a másik kör. Szidorov mesélte, hogy a fél alagút tiszta vér lett, és helyesen tették. Söpredék! Az ilyeneket szintén meg kell semmisíteni, de ezek tönkreteszik a mi Nehezen jutott eszébe a nehéz szó. – Gér állományunkat! A vén tatátok is kinyiffant! – mondta végül. – Hogyan? – szipogta ártyom. Félt ettől. Félt, de reménykedett. Hát, ha nem halt meg. Hát, ha nem ölték meg. Hát, ha itt lesz valahol a szomszédos zárkában. – Csak úgy. – magától fordult fel. Épp csak szájunk kapták az meg erre fogta és földobta a tapét Magyar ezt a szíves, örömest a kutyás, élvezve a gyártyam elevenébe talált. Meghalsz! Meghal mindenki, aki közel áll hozzád! Újra látta, hogy Mihály Porfirjevics, a világon mindenről megfeledkezve megáll a sötét alagút közepén, lapozza a noteszét, és aztán felindultan elismétli az utolsó sort. Na, is volt? De Toten, Taten, Ruhm? Nem, a költő tévedett. Na tettek dicsőségesen maradt fenn. Semmi sem maradt fenn. Aztán az jutott valamire az eszébe, hogy Mihály Polférjevicsnek mennyire hiányzott a lakása. Különösen az ágya. Később a gondolatai összetorlódtak, egyre lomhábban mozdultak, és végül teljesen leálltak. Újra a rácsnak támasztotta a homlokát, és kábán bámulta a börtönőr karjának a karszalagot. Háromágú horok kereszt különös szimbólum. Olyan, mint egy csillag, vagy egy megnyomorított pók. Miért három ágú? kérdezte. Miért három? A karszalagjuk felé kellett biccenteni a fejével, mire az őrök megértették, mire is gondol, és méltóztattak elmagyarázni. Miért? Há, mennyi kéne neked? Háborodott fel a kutyás. Ahány állomás, annyi ágú, te, hülye! Az egység szimbóluma. Nem sokára eljutunk a poliszig, és akkor hozzárakjuk a negyediket is. Ugyan, miféle állomások? Kapcsolódott be a másik. Ez egy ősi, eredeti szláv szimbólum. Napkerék a neve. A fricek később aztán tőlünk vették át. De, hogy állomások, töketlen. tökéletlen. De, de hiszen nincs is már nap, nyögte ki és érezte, hogy újra zavaros fátyol ereszkedik a szem áli. A hallottak értelme elillan, ő pedig sötétségbe süllyed. Kész, megolyózott. Állapította meg csodálkozó a kutyás. Menjünk, szenny, Csevegjünk még valakivel! Egytöbb nem tudta, mennyi időt elhetett el, amíg gondolattalan és álomtalan kábulatban volt, mely csak ritkán hagyta, hogy felvillanjon az agyában valami megalvat vér ízével és szagával kevert kép. Bárhogyan is, de örült annak, hogy a teste megkönnyörült az értelmén. Kiölte a gondolatait, és ezzel megszabadította az én marcangolástól és a szomorúságtól. – Hé, barátocskám, rászte meg a vállát az árkatársa. – Ne aludj! Túl sokat alszol! – már majdnem négy óra. Artyom próbálta felszínre elvickelni abból a feneketlen mélységből, amelybe a tudata lesüllyedt, de mintha vaskoloncot kötöztek volna a lábához. Valóság nem tért vissza azonnal, csak lassan derengett fel, ahogy a homályos körvonalak előtűnnek az előhívó oldatba mártott filmszalagon. Hány óra? Örökte. Tíz perc múlva négy? Ismételte el a fekete szemű. Tíz perc múlva négy? Úgy 40 perc múlva, már biztosan jönni fognak érte. És aztán 1 óra és 10 perc múlva. 1 óra és 10 perc. 1 óra és 9 perc. 1 óra és 8. 7. Téged hogy hívnak? Kérdezte a szomszédja. Ártja. Engedjen meg, Ruszlannak. A testvéremet Ahmednek hívták. Őt azonnal lelőtték, de velem nem tudják, hogy mit csináljanak. A név a meg nem akarnak. A fekete szemű örült, hogy végre sikerült beszélgetésbe kezdeni. Hová valósi vagy? Ártyamat ez ugyan nem érdekelte, de a borostás szomszéd segített neki abban, hogy lekösse magát, és nem kellett semmire sem gondolnia. Nem kellett a védén gondolnia. Nem kellett gondolnia a küldetésre, amelyen megbíztak. Nem kellett arra gondolnia, mi lesz a metróval. Nem kell. Nem kell. Én a Kievszkajáról? Tudod, hol van? Mi a napfényes Kievszkajának hívjuk? Villantott egy fehér fogú mosolyt Ruszlán. Sok magunk fajta. Majdnem mind. Feleségem maradt ott, gyerekeim. Tri, a legidősebbnek hat ujja van a kezén, tette hozzá büszkén. Inni? Nem egy pohára, csak legalább egy kortyat. Legyen bár meleg, elfogadná ő a meleget is. Vagy szüretlent, bármilyent. Egy kortyat. És elkábolni újra, amíg értenem jönnek a fegyveresek, hogy újra üres legyen belőle minden, és semmi se nyugtalanítsa. Hogy ne kavarogjon, döngjön, csengjen a fejében a gondolat, hogy hibázott hogy nem volt joga. Hogy el kellett volna mennie, elfordulnia, bedugnia a fülét, tovább mennie, átmennie a Pushkin-szkajára, a Csehovszkajára, és onnan egyetlen szakasz. Ilyen egyszerű. Csupán egyetlen szakasz, és mindent elvégzett. A feladatot teljesítette. És él. Inni. A kezei annyira bedagadtak, hogy egyáltalán nem érezte őket. Mennyivel könnyebb meghalni azoknak, akik hisznek valamiben. Azoknak, akik hisznek abban, hogy a halál nem mindennek a vége. Azoknak, akiknek a szemében a világ fehére és feketére válik szét. Akik pontosan tudják, mit kell tenniük és miért. Akik egy eszme, egy hit fákjáját tartják a kezükben, és annak fényében minden egyszerűnek és érthetőnek tetszik. Azoknak, akik semmiben sem kételkednek, nekik semmit sem bánnak, az ilyenek könnyen halnak meg. Mosolyogva halnak meg. Miért csoda gyümölcsök voltak, és miért csoda szép virágok? A lányoknak ingyen adtam, ők hm, meg rám mosolyogtak. Hallatszott oda hozzá, de ezek a szavak már nem tudták magukra vonni a figyelmét. A csarnok mélyéből lépések koppantak. Néhány ember jött, és Ártyom szíve összeszorult. Picíny, nyugtalanul dobogó csomóvá vált. Érte jönnek? Ilyen gyorsan? Azt hitte tovább tart 40 perc. Vagy becsapta az átkozott szomszéd, gonoszságból mondta, hogy több idő marad? Reményt akart adni. Nem, ez már. Közvetlenül a szem előtt három pár csizma állt meg. Ketten terepszínű nadrágban voltak, egy feketében. Megcsikordult a zár, és ártjom kis hiány a kinyíló rács után zuhant. Azzátok! hallatszott egy recsegő hang. Rögtön felkapták a hónalján elfogva, és egészen a mennyezetig rántották. Hát, kéz és lábtörést! Kívánta neki búcsúzó Ruszlán. Két másik gépkarabélyos, nem azok, akik beszélgettek vele, de ugyanolyan jellegtelenek. És a harmadik, fekete egyenruhában és kis baretben, kis kemény bajusszal és vizenyős kék szemmel. Utánam! adta ki a parancsot az utóbbi, és Ártyamat a peron túlsó végébe vonszolták. Megpróbált ugyan magától menni, nem szerette volna, hogy mint egy maga tehetetlen bábút. Ha egyszer meg kell válnia az életétől, akkor méltósággal tegye. De a lábai nem engedelmeskedtek. Összecsuklottak. Esetlenül kalimpálva velük a padlón húzatta magát, és a fekete egyenruhás bajszos szigorúan nézett rá. A cellák sora nem ért egészen végig. Elfogytak valamivel a csarnok közepe után, ahol lefelé indultak a mozgó lépcsők szalagjai. Odalent a amiében fákják égtek, bajós bíbor fényeik a mennyezeten villóztak. Lentről fájdalmas ordítások hallatszottak. Ártyomban egy pillanatra pokol képe villant fel, és még megkönnyebbülést is érzett, amikor tovább vezették. Az utolsó zárkából egy ismeretlen utának kiáltott. Isten veled, értás! De ügyet sem vetett rá csak egy pohár vízre tudott gondolni. A szemközti falnál egy őrhely volt durván ácsolt asztallal és két székkel. Fölötte a feketéket kitiltó, megvilágított piktogram. Akasztó fett sehol sem látott, és Ártyomban egy pillanatra felvillant az esztelen remény, hogy csak rá akarta kieszteni. Valójában nem is akasztani viszik, hanem ki az állomás végére. Hogy a többi fogoly ne láthassa, és eleresztik. A bajszos, aki elment, befordult az utolsó bolthajtása le a vágányokhoz, és Ártéon még jobban hinni kezdett megmenekülésében. A síneken egy kis deszkázott, kerekes peronát, olyan formán megépítve, hogy a padozata egy színben volt az állomás padlójával. Egy köpcös, terepszínű egyenruhába öltözött ember át rajta, és a mennyezetbe erősített kampóról lelógó hurok csúszását ellenőrizte. A többiektől csak feltűrt ruhaújja különböztette meg, mely fedetlenül, hogy törővid erős a karját. meg a szemek helyén kivágott, fejére húzott csukja. Minden készen áll? recsegte a fekete mondéros és a hóhér bólintott. Nem szeretem ezt a konstrukciót, mondta a feketének. Miért nem lehet a régió jó hokedlival? Azzal op, és ökölel a tenyerébe csapott. Csigolják, recs! És a kliensnek annyi. De ez a micsoda? Mire megfullad, még annyit kéreti magát, mint egy kukac a horgon. Aztán meg, hogy megfulladtak, mennyit kell még takarítani utánuk. Mindig összecsinálják magukat, és... Abba hagyni! szakította félbe a fekete. Félrevonta, és valamit dühösen sziszegett neki. Ahogy a parancsnok arrébb ment, a katonák tüstént visszakanyarodtak félbeszakított beszélgetésükhöz. Na, és mi volt? kérdezte a baloldali türelmetlenül. Na, no, na, no, igen, súgta hangosan a jobboldali. Neki a nőt az oszlopnak. Benyúltam a szoknyája alá. No, és akkor azt beadta a dereged, és az mondja nekem, hogy... De befejezni nem tudta, mert a bajszos visszajött. Orosz létére merényletet követett el. Áruló, hétszegő, egy korcs, és az árulóknak két között kell meghalniuk. Hergette a bajszos a hóhért kiodozták átjom elgémberedett kezeit, lehúzták róla a kabátját és a pulóverét. Így egy szál piszkos trikóban állt Aztán letépték a nyakáról a töltényhüvelyt, amit Hunter adott neki. Talizmán? Érdeklődött a hóhér. Na, belerakom a zsebedbe, talán még hasznát veszed. A hangja egyáltalán nem volt ellenséges, és szinte megnyugtatóan duruzsolt. Aztán újra hátra a kezét, és feltaszigálták a vérpadra. A katonák a peronon maradtak, nem volt rájuk szükség. Elszokni nem tudott volna. Minden erejére szükség volt, hogy talpon tudjon maradni, amíg a hóhér rátette a nyakára, és eligazította a kötelet. Állni, nem elesni, hallgatni, inni. Ez volt minden, ami lefoglalta a gondolatait. Vizet, 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 hörögte. Véze, Csapta össze a kezét elkeseredetten a hóhér. Ha ugye honnan szerezzek itt neked vizet? Nem lehet galambocskám. Már így is késésben vagyunk. Írd ki még egy kicsit. Nehézkesen leugrott a sínekre, beleköpött a tenyerébe, és megragadta a vérpadhoz kötött kötelet. A katonák vigyázva álltak, a parancsnokuk pedig jelentőségteljes, szinte már ünnepélyes képet vágott. Hmm, mint ellenséges kémet, aki aljas módon elárulta a népét, Megszekte! – kezdett bele a fekete. A gondolat és képfoszlányok veszett körtáncba kezdtek Ártyom fejében. Várjanak! Korai még! Hát még nem vagyok készen. Nekem kell még idő. Aztán felbukkant a szem előtt Hunter szigorú arca, és mindjárt bele is olvadt az állomás bíbor színű félhomályába. Gyengéden felcsillant, szúhol szeme, is kialudt. Mihály Porfirjevics. Meg fogsz halni, feketék. De, de hát azt nem tehetik, hogy álljatok meg, és mindezek felett, legyűrve az emlékeket, a szavakat, a vágyakat, beburkolva őket folytó, sűrű homályba a szomjúság. Inni! Elkorcsosult embert, aki szégyent hozott a nemzetére, <sínt> folytatta egyhangúan a fekete. Az alagútból váratlanul kiáltások hallatszottak, és egy géppuska sorozat dördült. Aztán egy erős csattanás követte, és minden elcsendesedett. A katonák fegyverükhöz kaptak, a fekete nyugtalanul forgolódni kezdett, és kapkodva befejezte. Kivégezni! Gyerünk! És intett a kezével. A hóhér megköszörülte a torkát, és lebát a talpfákon megvetve a kötélhez nyúlt. A deszkek megindultak ártyom alatt. Még próbált megtapadni rajtuk, hogy a vérpadon maradjon, de az egyre távolabb került tőle. Megtartani a magát egyre nehezebb lett. A kötél belevágott a nyakába, és hátra a halál felé húzta. De ő nem akarta, annyira nem akarta. Aztán a padozat kiszaladt alóla, és ő teljes súlyával összerántotta a hurkot, mely elszorította. Elzárta a légutakat. A torkából bugyborékoló hörgés szakadt fel, a tekintete azonnal elhomályosodott. Mártyon belsejében minden összerendult, testének minden sejtje egy korty levegőért esedezett. De levegőt sehogy sem lehetett venni, és teste össze-vissza, görcsösen rángatózni kezdett, és az alhasában undorító, csiklandós gyengeség támadt. Ebben a pillanatban az állomást váratlanul mérgező, sárga füst el. Lövések dördültek fel egészen közel, és akkor elvesztette az eszméletét. Én dokasztott ember. Gyerünk, gyerünk, ne tettesd magad. Kitapintható a búzusod, úgyhogy ne szimulálj. És észhez térítendő kapott egy isteneset a képére. <laughs> Nem vagyok halandó még egyszer mesterségesen lélegeztetni, mondta egy másik. Ártion most teljesen biztos volt abban, hogy álmodik, hogy ez csupán pillanatnyi kábulat a végelőtt. A halál olyan közel volt, és a nyakán a vasmarkuszorítás ugyanolyan bizonyossággal érződött, mint akkor, amikor a lábai elvesztették támasztékukat, és kirodultak a sínek felé. Rájössz még végleg lehugyni a szemedet? Nógatta az első hang. Ne ezúttal kiszedtünk a hurókból, de igazán örülhetnél az életnek, ahelyett, hogy itt vetrenksz a földön. Ártion bátortalanul kinyitotta a szemét, de mindjárt be is csukta, arra jutva, hogy valószínűleg, mégiscsak időnek előtte meg kellett halnia, és megkezdődött a síron túli élete. Egy lény föléje, valamennyire emberre hasonlított, de olyan szokatlan volt, hogy rögtön kán kellett gondolnia, hogy hová kerül a lélek, ha elhagyja a halandó por hüvelyét. A lénynek halvány sárga színű volt a bőre, ami még a lámpa fényében is jól észrevehető volt. A szemei helyén meg szűk hasadékok voltak, mint egy szobrász fából faragta volna ki az arcát, és már majdnem befejezte, de a szemét csak megjelölte, de aztán elfelejtette levésni róla az anyagot, hogy kinyílhassanak és ránézzenek a világra. Kerek, kiálló csontú arc volt. Ártja még sohasem látott ilyet. Hmm, nem, ez így nem fog menni. Jelentették ki fentről határozottan, és vizet fröcsköltek az arcába. Ártyom görcsösen nyelt egyet, és felnyúlva elkapta az üveget tartó kezet. Előbb hosszan rátapadt az üveg szájára, és csak ezután támaszkodott fel, és nézett körül egy elég hosszú, legkevesebb két méteres hajtányon feküdt, amely szédítő gyorsasággal vitte a sötét alagútban. A levegőben könnyű égészszag érződött, és a meglepődött ártyom azon tűnődött, hogy a hajtány vajon nem benzinnel megye. Rajta kívül még négyen voltak a hajtányon, meg egy nagy, szürkésbarna, fekete foltos kutya. Az egyikük volt az, aki képen legyintette ártyomot. A másik egy szakállos férfi volt, vörös csillagos usankában és pufajkában. Egy hosszú gépkarabély himbálózott a hátán, egy a féle ami Artyomnak is volt korábban. Csak a csöve alá még egy szuronykés is volt erősítve. A harmadik egy markos fickó volt, akinek az arcát Artyom az elején nem látta, de aztán ilyettében kis ilyen levetette magát a sínekre. Nagyon is sötét volt a bőre, és csak akkor nyugodott meg, miután jobban megnézte. Nem fekete volt, a bőrszíne egyáltalán nem olyan. Az arca meg normális, emberi, csak kisé kiának a fogai, az óra meg tömpe, mint egy boxolóé. Az utolsónak közülük viszonylag átlagos külseje volt, de szép, férfias arca és erélyes álla a puskin szkaján látott plakátot juttatta Ártyom eszébe. Elegáns bőrkabát volt rajta, melyet két lyuksoros öv és tiszti vász szífogott át. Az övén pedig egy impozáns méretű pisztolytáska lógott. A hajtány végén gyektyarjav géppuska csillogott, és vörös zászló lobogott. Amikor véletlenül rávetült a lámpa fénye, láthatóvá vált, hogy nem annyira zászló. Pontosabban egyetlen nem zászló, hanem a szélein szakadozott, sötétvörös, szakállas arcot ábrázoló darab. Mindez együtt sokkal inkább hasonlított egy bizarr lázálomra, semmint arra, amit korábban látott álmában. A csodálatos megmenekülésre Hunterrel aki könyörtelenül lemészárolta az egész puskinszkaját. Magához tért? Kiáltott fel örömmel a vágott szemű. Na, akasztott ember, felej! Mélógattak fel. Minden akcentus nélkül beszélt. A kiejtés a semmiben sem különbözött tártyométól vagy szuhaétól. Nagyon különös volt egy ilyen szokatlan formájú teremtménytől tiszta, orosz beszédet hallani. Ártyom nem tudott szabadulni az érzéstől, hogy ez valami szemfényvesztés a vágott szemű csak tátog, és helyette a szakállas vagy a bőrkabátos beszél. Lelőttem a, a, az egyik tisztjüket. Vallotta be kelletlenül. ez már derék. Ez kedvünkre való. Így kell venni velük. Helyesett lelkesen a csontos képű és a megtermett sötétbőrű legény, aki elölült. Ártyom felé fordult, és elismerően felvonta a szemöldökét. Ártyomnak feltűnt, hogy ő is helyesen ejti a szavakat. Akkor hát nem csináltunk -e ekkor a csináltunk ekkora felfordulást? Mosolygott szélesen, és ő is kifogástalanul beszélt. Így aztán Ertion végképp összezavarodott, és már nem tudta, mit is gondoljon. – És hogy hívnak, te hős? – kérdezte a jóképű bőrkabátos, és Ertion bemutatkozott. – Én Ruszakov elvtárs vagyok. – Ő itt Banzáj mutatott a bőrkabátos a vágott szemüre. – De ez itt Maxim elvtárs. – a sötét bőrű megint elmosolyodott. Ő pedig itt Fyodor elvtárs. A kutya utoljára került sorra. Tártyamat egyáltalán nem lepte volna meg, ha azt is elvtársként mutatják be. De a kutyát egyszerűen csak karaciupának hívták. Ertjom sorban megrázta a Ruszakov elvtárs száraz kezét, elvtárs keskeny erős markát, Maxim elvtárs fekete lapát tenyerét, és Fyodor elvtárs húsos kezét, és becsülettel igyekezett megjegyezni a nevüket, különösen a nehezen kiejthető karaciupát, Amúgy hamar kiderült, hogy nem egészen így szólítják egymást. A vezetőknek komisszárártársat mondtak, a sötét bőrüt, hol Maximkának, hol Lumumbának nevezték, a vágott szemüt egyszerűen Banzajnak, az Usanke szakállast meg Fyodor Isten hozta a moszkvai metró Ernesto Guevara első nemzetközi vörös harci brigádjában, jelentette ki ünnepélyesen Ruszakovártárs. Ártyom köszönetet mondott neki, és oldalra tekingetve elhallgatott. Az elnevezés nagyon hosszú volt, a vége megérthetetlen. A vörös szín Ártyomra egy ideig úgy hatott, mint a bikára, a szóról meg rossz érzéssel asszociált Zsenyka elbeszéléseire a bandit, a valahol a Szabolovszkaján. Mindennél jobban irritálta a levegőben csapkodó vászton látható arc, és bátortalanul megkérdezte. És ő ki az ászlójukon? Na végén majdnem azt csúszott ki a száján, hogy azon a rongyon. Ez, barátom, vara, világosította fel Banzai. Miféle Csegevara? Értetlenkedett Ártyom, de aztán Ruszakovártás vérbeboruló szeme, meg Maximka megvető mosolya láttán rájött, hogy butaságot csinált. Ernesto vara elvtárs, tagolta neki külön-külön a komisszár. Nagy, kubai, forradalmár. Most már jóval világosabban hangzott, ha érthetőbben nem is, így Artyom jobbnak látta, ha lelkesen nagy szemeket merezt, és befogja a száját. Végtére is ezek az emberek megmentették az életét, és udvariatlanság volna felingerelnie őket a tudatlanságával. Az alagút szerelvények közötti bordák fantasztikus gyorsasággal villantak el mellettük. A beszélgetés közben már elvágtattak egy félüres állomás mellett, és kicsivel azon túl megálltak az alagút félhomályában. Itt oldalt egy holtvágány nyílt. Na, lássuk neki ezek a fasiszta disznók követni bennünket, mondta Ruszakovártárs. Most nagyon halkan beszélhettek, mert Ruszakovártárs és Karacsukba erősen figyeltek az alagút mélyéből érkező hangokra. Miért tették ezt, értem? kiszabadítottak? Kérdezte a megfelelő szót keresve Ártion. Hm, tervezett rajtaütés volt. Információt kaptunk. a sejtelmes mosolya a banzáj. Rólam? Kérdezte reménykedve Ártion, aki Kánnak az ő különleges küldetéséről mondott szava jóta szeretett volna hinni önnön kivételességében. Nem, általában. Banzai bizonytalanul intett a kezével, hogy valami rémtettet terveznek. A komisszárjátás úgy döntött, hogy elejét veszük. De hát ez a feladatunk. Hogy állandóan bosszantsuk ezt a söpredéket. Erről az oldalról nincs barikádjuk, még erős lámpájuk se. Csak egyszerű tábortüzes őrseik, tette hozzá Maximka. így egyszerűen áthajtottunk rajtuk. Kár, hogy a gépusket is be kellett vetnünk. De aztán neki a füstgyertyát, fel a gázállarcot, le leszettünk, azt a primitív mű meg falhoz állítottuk. De és nyomás vissza. Fyodor bácsi, aki eddig hallgatott, és a tenyerével takarva valami cigaretta félét szívott, amelynek a füstjétől kezdtek kicsordulni a könnyei, váratlanul bekapcsolódott. Hát, kicsi, téged aztán jól cserben hagytak. Kérsz egy kis pálinkát? És elővette a padlón álló vasládából egy zavaros lével félig telt üveget. Felrázta és a nyújtotta Ártyomnak nem kevés bátorságra volt szükség, hogy belekortyoljon. Belül, mintha a smirglit húztak volna végig rajta, de a prés, mely az utóbbi napokban úgy szorította, valamelyest engedett. Így hát maguk vörösök? kérdezte óvatosan. Mi, barátom, kommunisták vagyunk! Faradalmárok! mondta büszkén Banzai. A vörös vonalról? Fagatózott tovább Ártyom hogy függetlenek. Felelte Amaz valahogy bizonytalanul, és gyorsan hozzátette. Majd a komisszárjártás elmagyarázza ezt neked, ő nálunk az ideológus. Ruszakov ártárs, aki kis idő múlva visszatért, közölte. Minden csendes. Szép férfias sarca, nyugalmat árasztott. Megpihenhetünk. Tüzet rakni nem volt, miből. A kis teáskannát spiritus fölé tették. Egy darab disznó egyenlően elosztottak. A forradalmárok gyanúsan jól kosztoltak. Nehe-he, elvtárs, Mi nem a Vörös vonalról vagyunk! jelentette ki határozottan a elvtárs Miután továbbította hozzá ártyom kérdését. Moszkvinártárs sztálini álláspontot foglalt el, azzal, hogy lemondott a metróforradalomról. forradalomról. Hivatalosan fellépett az interstacionális ellen, és felhagyott a forradalmi mozgalom támogatásával renegát és opportunista. Mi az elvtársakkal inkább a trockista irányvonalat követjük. Kastróval és Csegevarával is pár huzamot lehet vanni. Ezért van ő a mi harci És széles mozdulattal mutatott a csüggetten lógó rongyra. Mi hülyek maradtunk a forradalmi eszméhez. De a kollaboráns Moszkvin Mi az elvtársakkal elítéljük az ő irányvonalát. Aha, és kiad neked üzemanyagot. Szúrta közbe álnakul Fyodor bácsi, és beleszippantott sodrot cigarettájába. Ruszakov elvörösödött, és megsemmisítő pillantást vetett Fyodor bácsira. Az csak kajánul hűmentett egyet, és egy még mélyebbet szippantott. Ártiam semmit se értett a komisszár magyarázatából, kivéve a legfőbbet, azokhoz a vörösökhöz, akik ki akartak készíteni Mihályot Porfirjevicset, Őt magát meg egy füst alatt le akarták lőni, ezeknek kevés közük van. Ez megnyugtatta, és a jó benyomást rájuk kivágta. – Sztálin az, aki a mauzóleumban van? Ez alkalommal alaposan túllőtt a célon. Ruszakov szép férfias arcát rettenetes görcs torzította el. Banzai felháborodottan elfordult, még Fyodor bácsi is elkomorodott. E, – Nem, hát persze… Lenin van a mauzóleumban, sietett helyes biteni Ruszakov magas homlokán kisimultak a szigorú ráncok, és szigorúan csak annyit mondott. Mmm, magát még képeznünk, és képeznünk kell, Árpiom eltárs. nagyon nem szerette volna, hogy ruszakovártárs képezze, de visszafogta magát, és nem szólt semmit. A politikához valóban keveset konyitott, de elkezdte érdekelni. Ezért megvárva, még a vihar elcsitul, Elszánta magát. És miért vannak a fasiszták ellen? Az az, hogy én is ellenük vagyok, de hiszen ők forradalmárok, és ezt Spanyolországért, Ernst Talmanért és a második világháborúért kapják a tetvek. Szült tehát összeszorított fogai között dühösen russzakovertárs. És no, megint nem értett semmit, óvakodott attól, hogy újból kimutassa a tudatlanságát szétöntötték a bögrékbe a forró vizet, és valamennyien megélénkültek. Banzai nyilvánvalóan azért, hogy bosszantsa, mindenféle ostoba kérdésekkel kezdte nyaggatni a szakállast, Maximka azonban fogta, közelebb ült a és halkan megkérdezte tőle. És mondja a társ, mit mond a marxizmus, leninizmus, a fejnélküli mutánsokról? Engem ez már régóta nyugtalanít. Szeretnék ideológiailag szilárd lenni, de hézagos a tudásom. Vakitóhan fehér fogai bűntudatos mosolyra villantak. Tudod, Maxim elvtárs? Habozott a komisszár. Ez, barátom, nem egyszerű dolog. És milyen elgondolkodott. Ertyomot szintén érdekelte, hogy politikai szempontból mik is a mutánsok, meg hogy valójában léteznek-e egyáltalán. De a hallgatott és Ártyom gondolatai visszazökkentek abba a kerékvágásba, amelyről nem tudtak letérni az utóbbi napokban sem. A poliszba kell jutnia. Csodával határos módon sikerült megmenekülnie. Kapott még egy esélyt, és meg hogy ez az utolsó. Az egész teste sajgott, nehezen kapott levegőt. Mélyebb lélegzetvételei köhögésbe fulladtak, és az egyik szeme továbbra sem akart kinyílni. Mennyire szeretett volna most ezekkel az emberekkel maradni. Velük sokkal nyugodtabbnak és magabiztosabbnak érezte magát. És az ismeretlen alagút körülötte sűrűsödő sötétsége egyáltalán nem nyomasztotta. Egyszerűen sem érkezése, sem kedve nem volt rá gondolni. A fekete mélységekből idehalló súrogások és csikorgások többé már nem rémítették, már nem figyelt rájuk feszülten, és arról álmodozott, bár csak örökké tartaná ez a pihenő. Olyan jó esett újra átélni a megmenekülését, bár a halál karmai már, már összezáródtak körülötte, a leküzdhetetlen, minden gondolatát kiírtó, az egész testét megbénító félelem már nyomtalanul elpárolgott, elcsitult, és a szíve tájékán meg a gyomrában megbújó utolsó maradékait is kiégette belőle a szakállas Fjodor rettenetes kisüstie. Magával Fjodorral, a szertelen banzájjal, a komoly, bőrkabátos komisszárral, és a hatalmas termető Maxim Lumumbával olyan felszabadultnak érezte magát, mint semmikor azóta, hogy száz évvel ezelőtt eljött a VDNH-ról. Korábbi felszereléséből semmi sem maradt. Minden oda lett. A csodálatos vadonatúj gépkarabéja, a majdnem öt tölténytára, az útlevele, az élelme, a teája, a két lámpája, minden a fasiztáknál maradt csak a kabátja, a nadrágja, meg a horpat töltény volt meg, amit a hóhér tett bele a zsebébe. Talán még használt veszed. Hogyan legyen most? Maradjon itt a nemzetközi, ráadásul vörös, öf, izé, milyen nevű is, nem fontos. Szóval a brigád harcosaival. Élni az életüket és elfelejteni a magáit. nem, 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 nem szabad. Nem szabad egy percre sem megelnie, nem szabad pihennie. Nincs hozzá joga. Stabi, szóval már nem az ő élete. Attól kezdve, hogy elfogadta Hunter javaslatát, nem rendelkezhet szabadon a sorsa felett. Most már késő. Mennie kell. Nincs más kiút. Sokáig ült Némán. Megpróbált semmire sem gondolni, de a komor elszántság minden másodperccel érlelődött benne, és nem csak a fejében, hanem kimerült izmaiban, Megnyúlt és sajgó inaiban. mintha egy játékbabát, amelyből kiráztak minden fűrészport, hogy formátlan rongy lett belőle, valaki ráhúzott volna egy fémvázra. ez már nem teljesen ő volt. Az ő korábbi személyisége a semmi betűnt. Az alagutak húzata által elsodort fűrészporral együtt. Részecskére esett szét, és a burkába valaki más költözött, aki egyszerűen nem óhajtotta hallani vérző, megkínzott testének kétségbe esett rimánkodását. Aki vasalt sarkával a csírájában eltaposta a megadás, a maradás, a pihenés, a tétlenkedés vágyát már azelőtt, hogy az végleges, tudatos formát ölthetett volna. Ez a másik, az ösztönök, az izomreflexek a gerincvelő szintjén hozott döntést. Kikerülve a tudatot, amelyben most csend és üresség lakozott, és a végtelen belső párbeszéd egy szó közepén megszakadt. Ártyomban, mint a kiengedett volna egy összepréselt rúgó. Merev, ügyetlen mozdulattal talpra állt. Na, komisszár csodálkozva nézett rá. Maxim pedig a gépkarabéjára tette a kezét. Komisszár Eftes, szabadna önnel? Beszélne. Kérte monoton hangon Ártyom. Ekkor Banzai is nyugtalanul odafordult, békén hagyva végre a boldogtalan Fjodor bácsit. A beszéljen nyíltan, Ártyom Eftes, Nekem nincsenek titkaim a harcosaim előtt. válaszolta óvatosan a komisszár. Tudja, én nagyon hálás vagyok önöknek, hogy megmentettek. De nincs semmi, amivel meghálálhatnám. Nagyon szeretnék önökkel maradni, de nem tehetem. Tovább kell mennem. Tovább kell. A komisszár semmit sem felelt. És hova kell menned? Kapcsolódott be váratlanul Fiodor bácsi. Ártyom összeszorította a száját, és a padlót bámulta. Kinos hallgatást támadt. Úgy érezte, hogy most mind feszülten és gyanakúan néznek rá. Próbálva kitalálni, mik a szándékai. Kém, áruló. Vajon miért titkolózik? Hmm. No, ha nem. Ha nem akarod, akkor nem mondd el. Mondta engedékenyem Fjodor bácsi. A polizba. Bukott ki Ártyomból. Ostoba konspirációban nem kockáztathatta ilyen emberek bizalmát és rokon szemvét. No, csak nem valami dolgod van ott. Tudakolta ártatlan képpel a szakállas. Ártyom némán bólintott. Sürgős? Folytatta a faggatózást a szakállas. Ártyom megint bólintott. nézd, fiú, mi nem fogunk visszatartani. Ha nem akarsz semmit sem mondani arról, mi dolgodott, – Akkor Isten veled. – De nem hagyhatunk itt az alagút kellős közepén. – Nem hagyhatjuk. – Igaz, fiúk? – fordult a többiekhez. Banzai nyomatékosan bólintott. Maximka is rögtön levette a kezét a fegyveréről, és ő is megerősítette, hogy semmiképp nem hagyhatják itt. Ekkor Ruszakov elvtárs szólalt meg. – Készen ön, Ártja elvtárs, az ön életét megmentő brigádunk harcosainak színe előtt megesküdni, hogy feladata elvégzése során nem szándékozik kárt okozni a forradalom ügyének? Kérdezte szigorúan. Esküszöm, felelte készségesen értiom. A forradalom ügyének semmiféle kárt nem készült okozni. Volt ennél fontosabb dolga is. Ruszakov társ hosszan és figyelmesen nézett a szemébe, majd végül meghozta a határozatot. Arcos eltársak, személy szerint én hiszek Ártjom eltársnak. Kérlek, szavazzátok meg, hogy segítsünk neki eljutni a poliszba. Fyodor bácsi elsőnek emelte fel a kezét, és Ártiam arra gondolt, hogy alig nem éppen ő lehetett az, aki kiszabadította a hurokból. Aztán Maxim szavazta meg, Banzai pedig egyszerűen csak bólintott. Tudja, Ártiam nem messze innen van itt egy szakasz, amely a széles néptömegek előtt nem ismeretes. A Zamosz és a vörös vonalat köti össze, mondta a parancsnok. Azon át tudjuk vinni. Befejezni azonban nem tudta, mert Karaciupa, aki addig nyugodtan feküdt a lába mellett, hirtelen felugrott, és égtelen ugatásba kezdett. Ruszakov eltárs villámgyors mozdulattal kikapta a pisztoly táskájából fénylő t -t -t. A többieket megfigyelni sem volt ideje. Banzai már a motorindító zsinórját rángatta. Maxim hátul foglalta el harcállást, Fyodor bácsi pedig ugyanabból a vasládából, amelyben a kisüstét tárolta, egy üveget kapott elő amelynek a végéből egy kanóc lógott ki. Az alagút itt lefelé lejtett, így alig lehetett belátni. De a kutya továbbra is csaholt, és ártiamra is átragadt az általános nyugtalanság. Adjanak nekem is egy gépkarabét, kérte suttogva. Nem messze felvillant, és kialudt egy meglehetősen erős lámpa. Aztán egy rövid parancsokat osztogató, ugató hang hallatszott. A talpfákon nehéz csizmák döbörögtek, valaki folytottan szentségelt, és aztán újra csend lett. Karaciupa, akinek a parancsnak, összefogta kezével a pofáját, kiszabadította magát, és újra ugatni kezdett. A nem indulva, morogta folytottan banzáj. Meg kell tolni! Ártyom elsőnek ugrott le a hajtányról. Utána a szakállas, aztán Maxim, és erőlködve lábukat a csúszós talpfákon megtámasztva ellökték helyéről a gépet. Az túlságosan lassan gyorsult fel, és amikor végre a beugró motor köhögésre hasonlító hangokat kezdett adni, a csizmák már egészen közel dobogtak. Tűz! Vezényelték a sötétségből, és az alagút szűk terét lövések csattanása verte fel. Legkevesebb négy fegyver is dörgött egyszerre. A golyók körös körül össze-vissza csapódtak be, szikrákat vetve, pengve vágódtak bele a csövekbe. már azt hitte, hogy innen nem törhetnek ki, de Maxim hosszú sorozatot adott a géppuskájával, és a gépkarabélyok elhallgattak. A hajtány már könnyebben ment, a végén már futniuk kellett utána, hogy fel tudjanak ugrani. Kiáltották mögöttük, és a gépkarabélyok újult erővel felugattak, ám a golyók többsége az alagút falaiba és mennyezetébe csapódott. A szakállas a csikjével gyorsan meggyújtotta a vészesen süsteregni kezdő kanócot, az üveget egy ronydarabba tekerte, és kihajtotta a sínekre. Egy perc múlva Fényesen felvillant és felhangzott ugyanaz a dörrenés, amelyet nyakában a kötéllel. Ártjom már hallott egyszer. Még egy ilyet nekik, és füstöt is, parancsolta a ruszakovártárs. Egyszerűen csoda ez a motorizált hajtány, gondolta Ártyom, amikor a kötfüggönnyel küzdő üldözőik messze elmaradtak mögöttük. A gép valósággal repült, és szétrebbentve a bámészkodókat átvágtatott a novokhoz olyan gyorsan húztak el mellette, hogy átjomnak érkezése sem volt arra, hogy rendesen megnézze magának az állomást. Amúgy semmi különöset nem talált benne, ha csak azt nem, hogy mennyire gyér a világítás. Noha elég sokan vannak ott, de Bonza odasúgta neki, hogy ez egy szemét A lakói is furcsák, és legutóbb is, amikor megpróbáltak volt itt megállni, később nagyon megbentek, és elég tudták menteni a bőrüket. Bocsáss meg, Most nem tudunk neked segíteni. Fordult hozzá most először tegeződve, Ruszakovártárs. Hosszú ideig nem szabad visszamennünk. Elmegyünk a tartalékbázisunkra, az avtozavockajára. De akarsz, csatlakozz a brigádhoz. Ártjomnak újra erőt kellett vennie a magán, hogy visszautasítsa az ajánlatot, de most könnyebben sikerült. Vidám kétségbe kerítette hatalmába. Ellene volt az egész világ. Minden balültött ki. Megint eltávolodott a központtól, az áhított úti céljától és ahogy belesüllyedt az őt, tőle elválasztó alagutak sötétjébe. Ez a cél minden pillanattal veszített kontúrjaiból. Valami absztrakt és elérhetetlen dologgá válva elvesztette a realitását. Ugyanakkor csökkönyös dühöt ébresztett Ártionban az egész ellenséges világ, amely csak akadályozza a cél megvalósításában, és ez a düh elárasztotta az izmait, s fakó tekintetében lázadó tüzet lobbantott a konok elszállás, mely minden félelmet elsöpört, de még a hűvös értelmet is. Nem. Mondta most először határozottan és nyugodtan. Mennem kell. De akkor elmegyünk veled a pavelec kajáig, és ott válunk el. Fogadta el a döntését kis hallgatás után a komisszár. Sajnálom, a Mertes. Szükségünk van harcosokra. Nem messze a novok az alagút ketté vált, és a hajtány balra ment tovább. Amikor Ártiom rákérdezett, mi van a jobb oldali szakaszban, elmagyarázták neki, hogy oda tilos bemenniük. Pár száz méter után a hangzának előr se van ott. Hmm, igazi erőd. Kiderült, hogy ez az alig észrevehető alagút egyszerre három állomáshoz is vezet a gyűrűn. Az Oktyabratszkajához, a Dobrinyinszkajához és a Paveletszkajához. Ennek a mellékvonalnak a beomlasztása, és ezzel egy ilyen fontos közlekedési útnak a megsemmisítése, a honzának nem állt szándékában, de csak a hanzó titkos ügynökei használták. Ha idegen próbált az előörshöz közelíteni, még azelőtt megsemmisítették, hogy közölhette volna a szándékát. Az elágazás után nem sokkal feltűnt a paveleckaja. Ártyomnak az jutott az eszébe, csak igazad beszélt az egyik ismerős a vdn hogy valamikor a metró egyik végéből a másikba egy óra alatt el lehetett jutni. Bár akkor nem hitt neki. ha neki ilyen hajtánya lehetne. Csak hogy nem segíthetne a hajtány sem. Kevés helyen lehetne ilyen egyszerűen szélsebesen áthaladni. Talán csak a hanzán, meg itt, ezen a szakaszon. Nem, nincs értelme az álmodozásnak. Nincs annak helye az új világban. Abban minden lépésnek elképesztő erőfeszítés és kínzó fájdalom az ára. azok az idők végleg elmúltak. Az a varázslatos, gyönyörű világ halott. Nincs többé. És nem érdemes siránkozni utána egész hátra levő életében. Köpjegyet a sírjára, s menj, vissza se néz.